Az elmúlt hétvégén Egerben folytatódott az országos vidékbajnokság 98-as korosztályának pontvadászata. A nyíregyházi Akverse vízilabdázói a tabella élén állva vágtak neki a hevesi túrának, abban a reményben, hogy két győzelemmel térnek haza a Bárányuszadából. Az első találkozó a nyíregyházi elvárások szerint kezdődött, a csapat jól játszott, a Marosvásárhely pedig nem találta a szoros emberfogás ellenszerét. Három gólos vezetést követően két nyíregyházi játékos is kiállított a játékvezető, de a fiúkat ez sem zavarta meg, végül 8-1-re megnyerték a találkozót. A második mérkőzésen igazi vízilabdagálát láthatott a lelátón helyet foglaló két olimpiai bajnok, Gerendás György és Biros Péter. Spák Csaba 15 gólt lőtt, a csapat végül 36 találatig jutott, miközben a bajai Sugovica játékosai 7 találattal tudtak válaszolni a nyíregyházi gólzáporra. Két sikerével az Akverse továbbra is vereten a bajnokságban, Kántor Gábor tanítványai 9 győzelemmel és 1 döntetlennel állnak csoportjuk élén.